Már az új évadra készülnek a Karinthy Színházban. Erősre sikerült a következő évi repertoár is, hiszen a horror komédiától a mesedarabon, musicalen át a vígjátékig és a drámáig minden műfaj kedvelője találkozhat újdonságokkal. Előbb azonban idézzük fel az elmúlt évadot, hiszen az is meglehetősen sokszínűre sikeredett. Fennállásunk óta a legtöbb előadást tartottuk, és nagyon sok új bemutatónk volt. Tehát szám szerint nem is tudom, ha sorba megyek, ugye volt Csalogány család, aztán volt a Bolondlány, a Nadrág, a Gőzben, a második nekifutás és a Komót Színháznak, a hozzánk befogadott alternatív együttesnek is bemutatója. Tehát nagyon-nagyon sok színű és sok előadás volt, nagyon nagy örömömre. Természetesen játszottuk tovább az évek óta műsorra lévő előadásainkat, mint a Nyitott ablakot, az Olimpiát, Szentpéter esernyőjét, úgyhogy nagyon sok előadásunk volt folyamatosan. Most már rendszeres, hogy nálunk befogadott előadások is szerepelnek. Idén a legkülönfélebb társulatok játszottak itt. Szilveszterkor volt vendégelőadás, akkor fogadtuk a Lili Báronőt és a Marica grófnőt, és gyerekelőadásokban is sok vendégprodukciónk volt. Amellett, ami a legizgalmasabb idén, hogy életünkben először csináltunk egy hetes Purim fesztivált, amin egy hét alatt 20 produkció fordult meg itt, tehát gyakorlatilag reggeltől estig özöllött a nép, és hát ez volt a célunk, hogy olyan nézőket becsalogatni ide, akik először jártak itt, és reményeink szerint most már rendszeres nézőinké váltak. Nyaranta mindig igyekszik a Karinthy Színház megújulni kicsit. Idén is terveznek kisebb felújításokat, hogy még kényelmesebb és szebb körülmények között fogadhassák nézőiket. Az erkélyünk nagyon recseg, hiszen gyakorlatilag a 88-as beköltözés óta nem változtattunk rajta, és most egy új emelvérendszert kap, tehát abszolút kényelmes és szép lesz a páholy, meg az erkélyen a legjobban látó helyek. Amellett a bejárati portálunk is egy kicsit fog szépülni megint. Technikai dolog, de kell egy eresz a bejárat elé, hogy ne ázzanak meg nézőik. Már nagyban zajlanak a próbák. Gőzerővel készülnek az új évadra, hiszen kapuikat minden más színházat megelőzve szeptember 10-én nyitják meg a közönség előtt. Az első darab Bozsi Kivett és társulata vendégjátéka lesz, fűszerezve néhány nagyon jó nevű színésszel, mint Mohai Tamás, Andrádi Zsanett vagy Balázs Andrea. A Rozsda lovag és Fránya Frida a boszorkány című mese musicalt fogjuk bemutatni. Ennek az első részét évekig játszották a Tália Színházban, és ez most a folytatás. Úgyhogy én gondolom, hogy azok a nézők, akik oda jártak, most átjönnek Budára ehhez. Aztán rögtön utána szeptember második felében egy nagyon izgalmas krimi paródiát fogunk játszani, ez pedig Joe Orton nevű botrányos angol szerzőnek a Szajré című krimi komédiája, ami haláli a mulatságos, úgy fogalmaztuk meg, mert nagyon sok halál és hulla és félreértés van benne, de mindez valami nagyon izgalmas angol humorral teszi, remek szerepekkel, amikben majd Dobó Kata, Hajdu Steve, Dunai Tamás, Vince Márton és Sütő András fogják játszani a főszerepeket. Bőm György rendezi, ezt már javában próbáljuk, ez is szeptemberi bemutató. Karinthy Márton szokásához híven most is előkapart egy régi vígjátékot, amit maga rendez. A véleménye szerint méltatlanul keveset játszott nagyszerű színpadi szerző, a Szlányi Károly Péter című darabját. A fiatalon tragikusan autóbalesetben elhunyt a Szlányit, Karinthy nagyapja egy kicsit saját utódjának tekintette. Innen a kötődés. Mi rendszeresen játszottunk korábban a Szlányit, hiszen az amerikai komédiát is játszottuk, már a Hét pofont is, most pedig a Péter című, gyakorlatilag 30-as évek óta nem játszott vígjátékát fedeztem fel, és azért örülök neki, mert a felfedezés egyben egy reveláció is, hiszen olyan modern és izgalmasan szerkesztett szélhámos komédiáról van szó, ami akár csak napjainkban is játszódhatna. Azután pedig régi vágyunk válik valóra, amikor a tavalyi évadról elcsúszott Nerds Banda című musicalt fogjuk bemutatni, amit az a Kender Ebb páros jegyez, akik a Chicagót és a Kabaré című világhírű musicaleket, de ezzel se ért még véget az évad, mert Stephen Kingnek a nagyon híres Tortura című horrorját is színpadra állítjuk, ami néhány éve ment már a színházunkba, de most újra megkaptuk rá a jogot. Balázs Andrea és Árpa Attila főszereplésével mutatjuk be. Ez egy nagyon izgalmas, feszült thriller parádés szerepekkel.
és még mindig nincs vége, mert februárban pedig Ron Howardnak a Szembesítés című darabját fogok játszani. Ez egy komolyabb darab, mondhatni drámai, de nagyon izgalmas, feszült, modern darab. Ez pedig Fort Wengler zeneszerzőnek a nácizmus alatti tevékenységéről szól, és bemutatja a zseninek a politikában elfoglalt vagy kötelező álláspontját. A nagyon izgalmas szembesítés a korral. Az új bemutatók mellett a befogadott Komót Színház is készül eddig nem látott produkciókkal. Többek között Karinthy Ferenc Gellért-hegyi álmok című darabjának újszerű feldolgozására vállalkoztak.